Szóval akkor valóban elindul ismét az exkluzív című műsor itt a Spirit FM 92.9-en. Nagyon érdekes témáról beszélünk, és köszöntöm vendégeinket. Gyorsan mondom, sorban az Beatrice-en a miniszterelnökség államtitkára, a Hungary Helps program megvalósításáért és az üldözött keresztények megsegítéséért felel Szilágyi Béla, a baptista szeretett szolgálat vezetője, aki önmagában rengeteg misszióban járta a világban is, Resperger István ezredes úr, a Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének katonai tanszékének vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mindenkit nagyon régóta ismerek és tegeződni fogunk. És most nagyon gyorsan elhadartam, de nagyon-nagyon fontos témáról beszélünk. Nigériában 140 gyereket raboltak el Kaduna államban, egy baptista iskolából, fegyveresek, valószínűleg a Boko Haram vagy valamelyik Al-Qaidához köthető terrorszervezet, és a vasárnap.hu-n olvastam egy cikket, hogy az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb keresztény ellenes támadásának lehet ezt tekinteni, talán Béla, te nyilatkoztál is a vasárnap.hu-nak. Ezzel kapcsolatban vagy beszéltetek is, én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amely például államtitkár úr munkájához feltétlenül és mindenképpen 100%-ig kapcsolódik. Mindig arról beszélünk, hogy a keresztényüldözés hol és hogyan létezik. Ha ez az, akkor ez az. És most ez egy eldöntendő kérdés, de kérdezem a véleményed, hogyan látod ezt? Ez egyértelműen keresztényüldözés, annak is a legvéresebb formája. Nigéria az az ország, ahol a legtöbb embert gyilkolják meg a Krisztusba vetett hitük miatt. Ez még 2014 környékén a véres keresztényüldözés főszintere a Közel-Kelet volt, de napjainkra most már egyértelműen Nyugat-Afrika, azon belül Nigéria is. Tavaly 3000-nél is több embert gyilkoltak meg ott a kereszténységük miatt. Nem csak arról van szó, hogy meggyilkolnak, hanem el is rabolnak, és utána mindenféle kegyetlenségeket csinálnak velük. Ezredes urat kérdezem, mi az a Boko Haram? Miért támadják a keresztényeket? Annyit tudunk Nigériáról, hogy nagyjából az ország fele muzulmán, észak felé a déli része keresztény, és mit akarnak? A Boko Haram egy terrorszervezet, amit a saját kormánya, az Amerikai Egyesült Államok és a világ is annak tart. Nevében van a végzete, hiszen azt jelenti ez a Boko Haram, hogy a nyugati oktatás az bűn. Közel 10 000 harcost tudnak a soraiban, a szegénységből adódóan nagyon könnyen toboroznak. Az ország mind gazdaságilag, mind vallásilag megosztott, hiszen az északi muszlim területeken alakítottak ki kiképző táborokat, folyamatosan támadják azokat a területeket, ahol keresztények vannak. A legvéresebb terrorszervezet, hiszen ő az az egyetlen terrorszervezet, aki 17 óta legalább 30%-kal tudta növelni a halálos áldozatainak a számát, a következő évben 40%-kal. Ugye a Nigériában a katonai és az egyéb helyzet lehetővé tehetné, hogy ezt a szervezetet visszaszorítsák, hiszen elég jelentős haderővel rendelkeznek, 134 000 fővel, 380 000 rendőr van az országban, de sajnos azt szoktuk mondani, hogy ha ezeket összeadjuk a 209 milliós lakosságra, általában veszélyhelyzet idején 50 lakosra kellene biztosítanunk egy rendőrt vagy katonát. Itt 450-re tudunk biztosítani. Ennek megfelelően sajnos van 80 000 olyan fegyveres csoport is az országban, akikről nem lehet tudni, hogy éppen a kormány mellett, vagy éppen a saját hasznukat kívánják megvalósítani. Hát a filozófiájáról a terrorszervezetnek, ez egy szalafista filozófia, talán egy mondat elég, hogy pusztuljon el inkább az egész világ, mint hogy egyetlen muszlimnak a vére hújjon. Ez a szervezet vezetője volt, őt kivégezték, a másik szervezet vezetője felrobbantotta magát egy fegyveres konfliktusban, de sajnos ugye egy ideológiát, egy terrorizmus nem lehet bekeríteni, legyőzni, sokkal több erőfeszítésre lenne szükség. Igen, nem elég magát a fejét levágni a szervezetnek, hiszen ez egy nagyon-nagyon komoly eszmerendszer. Ugye ugyanez van az iszlám állammal is, hogy gyakorlatilag megszűnt, de az emberek, akik ott voltak, vagy csatlakoztak, vagy akár eljátszák, hogy most menekültek, vagy visszajöttek Európába, visszamentek a fák különböző országaiba. Baptista szeretett szolgált vezetőjét kérdezem. Béla, eszetekbe jutott? Nagyon sokszor mentek krízisövezetekbe, nem tudom, hogy Nigériába voltatok-e vagy sem, de nagyon veszélyes helyekre is mentetek. Ebben az esetben eszetekbe jutott el, hogy kimentek, tudtok-e segíteni, és még annyit tudok, hogy függetlenül attól, hogy ez egy baptista iskola, azon kívül egy hihetetlen nagy keresztény ellenes támadás, de közben Amerikában összehívták a baptista világkongresszust, vagy baptista szövetséget, hogy ebben tudtok-e segíteni, ebben volt valami tárgyalás most, mik a legfrissebb események? A baptista világszövetségnek
A kongresszus, ami 5 évente van, a múlt héten volt. Sajnos a helyzet miatt csak online tudtunk találkozni, hiszen a világ 146 országából érkeztek volna delegátusok. Nigéria az egyik kiemelt témája volt ennek a kongresszusnak, akár hogyha áttekintésben nézzük, akár hogyha kifejezetten a segélyezéssel kapcsolatos dolgok kerültek szóba. A nigériai vezetők elmondták azt, hogy most pillanatnyilag igazából segíteni nem tudunk. A kormánynak a feladata az, a hadseregnek a feladata az, hogy megtalálják ezeket a gyermekeket, és megpróbálják őket kiszabadítani és visszaadni a családjuknak. Ugyanakkor elmondták azt, hogy a családok, akik elküldték a gyermekeket ebbe az iskolába, ez egy boarding school, tehát ez egy bentlakásos iskola, éppen azért küldték, mert azt remélték, abban bíztak, hogy itt jobban biztonságban lesznek, mint egy normál bejárásos iskolában. Jobban biztonságban lesznek, jobban lehet rájuk vigyázni, a kormány valóban biztosított még fegyveres őröket is az iskolában. Sajnos olyan erejű volt a támadás, illetve annyi motorkerékpáros iszlamista milicista támadta meg az iskolát, hogy azzal a néhány katonával sajnos könnyűszerrel elvánt. Azt szeretnék a nigériaiak, hogyha egyrészt tudna-e a kormány biztonságot teremteni, ugye itt hallottuk az elkeserítő számokat, hogy mennyire nem lehetséges ez, illetve hogyan tudunk akár az iskolának az újjáépítésében, akár a biztonságossá tételében későbben segíteni. Államtitkár úrhoz kérdezem, ez igazán a te szakmád, ezzel a rablással Nigéria az üldözött keresztények úgynevezett negatív rangsorában a 12. helyről a 9. ugrott. Ez azt jelenti, hogy a 9. olyan ország a világban, ahol a keresztényeknek félniük kell a hitük miatt. Ezt kérlek, erősítsd meg, és magyarázd meg, mit is jelent ez tulajdonképpen a hallgatóknak. Ez így van, vannak ilyen különböző rangsorok, ahol azt mérik, hogy mennyire veszélyes kereszténynek lenni a világban egy országban. Ilyenkor az erőszakos cselekményeket, a támadásokat próbálják fölmérni, mert azok számszerűsíthetőek. De arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy Nigériában, főleg annak északi területén, a muzulmán többségű területen az erőszakos cselekmények mellett egy általános diszkriminációval is szembe kell nézni a keresztény embereknek. Tehát amellett, hogy napi szinten, és tényleg napi szinten mi ezt figyeljük, érik a keresztényeket erőszakos atrocitások, a jogrendbe ültet tett az ő diszkriminációjuk. Nigériának 36 szövetségi állama van, és ebből 12-be muzulmán többségű államokba bevezették a sária jogrendet. Ami azt jelenti, hogyha egy nagyon konzervatív és ortodox jogértelmezést vetnek adnak a sáriának, akkor nagyon erősen korlátozzák a keresztényeknek a vallásszabadságát, és olyan brutális lelkiismereti szabadság megvonások vannak, mint például a muzulmán szempontból hitehagyásnak a nagyon súlyos szankciója. Ez több olyan országban a világban, Ázsiában és több országban, ahol a sária jogrendet bevezették a polgári jogrendben tapasztalható. Hogyha például egy muzulmán ember áttér keresztény hitre, ami azért előfordul, akkor a legsúlyosabb szankciót vetik rá, magyarul megölik, tehát tárgyalás nélkül vallási bíróság halálra ítéli, és nagyon sok esetben, ez konkrét nigériai esetekből tudunk erről, a családnak, a megtért családjának a kötelessége, hogy kéz a kerítsék az embert. Tehát csak érzékeltetésként mondom, hogy a megaláztatással a másodrendű állampolgárság státuszával kell együtt élniük ezeknek az embereknek. Amellett, hogy az ilyenhez hasonló, mint a mostani emberrablás, ilyenhez hasonló rémtetteknek vannak kitéve. És fontos az, hogy ez most egy kirívó eset, mert több mint 150 diákot raboltak el, és talán ilyen utoljára olyan egy évtizede lehetett, amikor Csivokból több mint 200 iskolást raboltak el, vegyesen keresztényeket és muzulmánokat. Ott csak lányokat vittek el, ha jól emlékszem. Ott csak lányokat, igen, és körülbelül a felük került elő azóta. A többiek azok rendszerint hát kényszerházasságban a dzsihadisták gyakorlatilag szülőgépeknek hát használják ki őket. Tehát ez most egy kirívó esetnek számít, de egyáltalán nem kirívó. Az elmúlt fél évben az értesüléseink szerint
több mint 1000 diákot raboltak el Nigériában. Tehát ez a mindennapok. Most egyszerre többet, de így élnek. Itt van előttem egy lista, most nem fogom felolvasni, de csak egy szemelvény arról, hogy az elmúlt egy hétben milyen más atrocitások történtek. Több falut lerohantak a dzsihadista fulánik, akikről még talán érdemes a Boko Haram mellett beszélni. Meggyilkoltak embereket, lelkészeket rabolnak el. Vallási ünnepek idején támadnak. Csak egy példát mondok most húsvétról. Krizma szentelési szertartás során egy katolikus papot gyilkoltak meg, és más híveket, akik velük együtt tartózkodtak, illetve karácsonykor, legutóbbi karácsonykor több olyan eset volt. Azt hiszem két olyan esetről érkezett hír, amikor a Szentmise vagy a karácsonyi istentisztelet közben motorosok bementek a templomba, és gépfegyverre meggyilkoltak mindenkit, akit csak értek. Igen, államtitkár úr említette a fuláni pásztorokat, itt nem sima pásztorokról van szó, arról van szó, hogy ők muzulmán extrém vagy szélsőségesek, akik területet foglalva a mezőgazdaságból élők, főleg keresztényeket, így próbálnak nagyobb területeket az állatoknak szerezni, fegyver, konkrétan kalasnyikovval. Erre gondoltál, ugye, ezek a fuláni szervezetek? Erre gondoltam, igen. A fuláni az egy népcsoport, pásztor törzsekbe szerveződnek, és amivel szokták a keresztény üldözés tényét tagadni nyugaton, hogy ez egy pásztor-földműves konfliktus. És valóban lehet, hogy így indult, és ez is része a konfliktusnak, csak éppen egyértelműen az előbb említett szalafista, dzsihadista elveket vallják, valamint a tudomásunk szerint Al-Qaida terrorhálózat fegyverzi fel őket, és amikor lerohannak egy falut pásztortörzsként, akkor nem csak kiszorítják az embereket, hanem már-már rituális keresztény ellenes gyilkosságokat, rémtetteteket hajtanak végre. Például számos esetben elevenen égetnek el keresztényeket a templomukban, és utána mecseteket építenek fel a helyükre. Nagyon nehéz szavakat találni, tehát riporterként inkább most kérdezek, nem tudok erről véleményt mondani, mert egyébként nagyon felháborít, és én szeretném, hogyha következő körbe visszatérünk hozzád, egy kicsit két mondatba kifejtenéd azt, amikor azt mondtad, hogy nagyon sok esetben Nyugat-Európában, például az EU-ban, vagy ottani képviselők azt mondják, hogy ez nem is vallási kérdés, és nagyon nehezen tudom ezt megérteni, hogy lehet erre nem egyértelműen több bizonyítékot találni. Ezredes úr, fulániak és a Boko Haram miket követnek még el? A Boko Haram ugye egy olyan tipikus terrorszervezet, aki főleg lányokat próbál beszervezni, tipikus öngyilkos merényletre készítik fel őket, általában a laktanyák közelében levő buszmegállókban, nagy tömegek ellen követik el, civilek ellen. A államtitkár úrhoz csatlakozva, ugye itt most egy támadásra kaptuk fel a fejünket, de valójában én azt látom, hogy Európa meg Magyarország is néha elkényelmesedik, hiszen egyre több jelentést olvasok arról, hogy a terrorizmus már nem olyan fontos, csökken a TESZAT jelentések alapján a terrorakciók száma, de ilyenkor szoktam mondani azt az egy esetet, amikor Magyarországon lefogták ezt a gimnazistát, hogy gondoljuk el, egy sportrendezvényen vagy a Balatonnál belehajtott volna a tömegbe, akkor is a jelentésekre hivatkoznánk-e. A másik része a terrorizmus elleni küzdelemnek, hogy ugye a nigériai kormánynak megvannak a képességei, tehát drónokkal rendelkezik, különleges műveleti zászlóajjal, 3 hadosztállyal, ami a problémát jelenti, azok a nyitott határok egyrészt, másrészt pedig az óriási terület, 10 magyarországnyi területről beszélünk, tehát mindig van hova a terroristáknak visszavonulni, van egy bázisuk, és az általában ugye a muszlim lakott területek. Ami érthetetlen az, hogy a térségben ugye francia, amerikai, brit különböző kontingensek vannak, hogy a nemzetközi közösség miért nem növeli az erejét ebben a térségben, és miért nem keresi ezekkel a terroristákkal a megszüntetésnek a lehetőségét katonai eszközökkel, hiszen ez nagyon hosszú ideje ott van. 2002 óta ezzel foglalkozunk. Na,
Na, ezt is megkérdezem az államtitkártól a következő körben, mert ez tipikusan ilyen helyre szokott elmenni, például az EU meg a NATO, amikor egy kicsit rendet kell rakni, mert hogyha valami történik Irakban, ahol sokkal több az olaj, vagy Afganisztánban, ahol most már mindegy, mondanak kifelé vonulunk, akkor sokkal hamarabb megjelennek ezek a nagy nemzetközi szövetségek. Ebben az esetben meg kicsit olyan, hát nem, bénakacsának tűnik, ahogy nem csinálnak vele semmit. Béla, azon kívül, hogy ez baptista iskola, de ilyen keresztény támadásokról ti is kaptok folyamatosan híreket? Figyelitek ezeket a dolgokat egyébként? Igen, természetesen figyeljük, és sajnos eljutnak ezek a hírek, és nem csak a baptistákról. Tehát 20 jezsuita szerzetes papot öltek meg az elmúlt néhány évben Nigériában. És amikor arról beszélünk, hogy terrorizmus, akkor valóban, és itt meg tudom erősíteni, amiket előttem mondtak, akár ezredes úr, akár államtitkár úr, arról beszélünk, hogy Közel-Kelet, 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 és valahogy Nigéria elment a radarunk alatt. Elment, azt gondolom, hogy majdnem csak a nyugati társadalom radarja alatt, de arról beszélünk, hogy az elmúlt évben, 2019-ben 990 embert raboltak el. Ehhez képest az elmúlt 4 hónapban, januártól áprilisig 3200 embert raboltak el, akik közül 2200 keresztény volt. Csak diákot, 950-et raboltak el az elmúlt fél évben, de ezt államtitkár úr is említett, és egészen ott tartunk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az egyik ügyésze egy tárgyalást szeretne elindítani, illetve először még csak egy kezdeményezése van, hogy nézzük meg Nigériában, milyen emberiségellenes bűncselekmények, történtek. És Nigériáról nem csak úgy beszélünk, hogy ő most már a 9., hanem valóban a második helyre került fel a keresztény ellenes erőszakkal kapcsolatban, de sajnos első helyre került akár az emberrablásokat, ha nézzük, akár azt nézzük, hogy hány embert öltek meg, illetve hány embert raboltak el. Pillanat, gyorsan keresem a számot. 1500 embert, 1470 nigériai keresztény halt meg január és április között azokban a támadásokban, amik történtek. És az idejéről még én nem kaptam statisztikákat, de az elmúlt évben 270 templom elleni támadás történt Nigériában. Tehát arról beszélünk, hogy majdnem csak minden napra jut egy templom elleni támadás. Igen, ha beleviszem, és az előbb már kértem államtitkár urat, hogy gondolja át, hogy beszéljünk erről, hogy miért negligálja az Unió, vagy a NATO, vagy egyáltalán Európában a politika az ilyen típusú támadásokat, és utána most tovább viszem a kérdést, tehát kettő lesz az egyben. Ez tipikus esete annak, hogy ez megint a migrációt támogatja. Tehát magyarul arról van szó, hogy ott normális emberek, amikor élnek, és közben ilyen körülmények között élnek, akkor elkezdenek azon gondolkodni, hogy érdemes elmenni a földközi tenger partjára, vagy a Balkára, és elmenni Európába, mert ott nincsenek ilyen támadások. Tehát, hogy igazából teljesen egyértelmű, hogy az Európai Uniónak, vagy az Európában lévő országoknak érdeke lenne ott rendet tenni, hogy utána ne ide induljon ez a rengeteg tömeg. Jól gondolom? Igen, egyértelmű az érdek. Csak nem ismerték föl. 210 millió lakosa van Nigériának, ez néhány évtizeden belül megkétszereződik. Félmilliárd lakosa lesz az évszázad derekára ennek az országnak, ez lesz a harmadik legnépesebb ország a világon most. Ehhez képest minden jel arra mutat, és az északi szövetségi államokat nézzük Nigériában, akkor ez már a valóság, hogy gyakorlatilag megbukik az állam. A rendfenntartó erők keze alól az ellenőrzés, az egyre inkább gyengül, hogyha látjuk a Boko Haramot, a nyugat-afrikai iszlám állam provinciát, valamint ezeket a fulani pásztor törzseket. Ez egy időzített humanitárius és migrációs bomba is, mint ahogy az egész szubszaharai afrikai kontinens egyszerre lehet a jövő kontinense, egyszerre jelenthet egy stabil fejlődő régiót, ami Európai Unió szempontjából a piac miatt is nagyon fontos lehet, meg egyszerre okozhatja Európa vesztét azzal, hogyha destabilizálódik az egész kontinens, és több száz millió ember indul el Európa irányába, akiket nem lehet akkor majd feltartóztatni. Úgyhogy ez lenne az érdek, hogy ott a stabilizálják a helyzetet, de ehhez őszintén kéne hozzáállni az egész problémához, az érdeklődés mellett. És meg kéne
azt látni, hogy itt a több konfliktus a gazdasági válsághelyzetek mellett igenis vallási üldözésről van szó. Hogyha nem értjük meg ezt a konfliktust, hogyha nem ismerjük föl, hogy itt a dzsihadizmus terjed, egyre inkább megy az északi kontinens részből déli irányba, akkor nem is tud ellene küzdeni az Európai Unió és a nemzetközi közösség. Ezért kéne szakítani ezzel az álszent politikai korrekt narratívával, amelyik a gyökér okát a problémáknak megpróbálja elfedni, csak azért, mert keresztényekről van szó, és csak azért, mert politikailag nem korrekt keresztény üldözésről beszélni. És itt van egy elrettentő példa, egy igaz anekdóta, amikor megint csak az illetékes, vagy az érintett ország iránti tiszteletből nem mondom, hogy melyik nyugat-európai országnak egy magasrangú diplomatájával beszéltem a nigériai keresztény üldözésről, beszéltem arról, hogy a keresztény üldözés elérte a népirtás szintjét, amit egész egyszerűen ezekből a tényekből tudunk, amikről beszélünk, meg a helyi egyházi vezetőktől. És akkor az egészet lesajnálta és elbagatelizálta, hogy ne próbáljuk a kereszténységet áldozat szerepbe behozni. És akkor említettem, hogy ennyi és ennyi ezer embert gyilkoltak meg, keresztény embert Nigériában, akkor ő ezt hogy magyarázza, hogy mi történt? És a válasz az egészen megdöbbentő volt, az volt ennek a nem alacsony beosztású nyugati diplomatának a válasza, hogy ennek az oka a klímaváltozás. Jaj már! A klímaváltozás, ennél a válasznál tehát azért már nem két napja üzem ezt az ipar, de bevallom, hogy azért pár másodpercre lefagytam. És kértem, hogy fejtse ki. Mondta, hogy hát klímaváltozás, ez sarkalja a pásztorokat arra, hogy a mezőgazdaságból élő falvakat lerohanják. Tehát ezzel magyarázta a Boko Haramnak a létrejöttét, ezzel magyarázta annak az olyan jelenségeknek a megtörténtét, hogy keresztény iskolákat támadnak, hogy keresztény templomokban égetnek el eleven alkalmanként több száz embert, és utána mecseteket építenek a helyükbe. Tehát klímaváltozás, ezek ellen a jelenségek ellen szerinte nem tudom, több napelemmel kéne küzdeni, így kéne kiállni a keresztény embereknek az élete mellett. Tehát nyugaton, a nemzetközi szervezetekben azt látjuk, hogy a Black Lives Matter, a fekete életek számítanak, kivétel a fekete keresztény életek, mert azokat megpróbálják elmismásolni, ezeket a mártír sorsokat. Tudom, hogy nehezet kérdezek és visszakérdezek, de miért? Tehát, hogy azért ezek nagyon durva dolgok, amit mind a hárman elmondhatok, hogy miket követnek el, tehát ezek már elég bizonyíték lenne egy sima bíróságon, hogy ezeket az embereket életfogytiglan, vagy halálbüntetés, hogy egyáltalán elítéljék. Akkor, ha globálisan nézzük, és azért, mert 2500 kilométerre van, vagy 3000 kilométerre van Magyarországtól, vagy az Európai Uniótól, miért bagatelizálják el? Miért nem olyan fontos? Tudom, hogy nem lehet exakt választ meg, nem helyettük kell, hogy mond, de hát ebben dolgozol, és ez a szakterületed. Mi lehet az oka, hogy ez nem üti meg a biztosítékot, nem üti meg az érzékenységet? Tessék. Én erre szakmai választ nem tudok adni, hanem egy személyes élményeim meg tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy itt és ezen a ponton ütközik ki a neoliberális eszmeiségnek az embertelensége és a képmutatása. Az, hogy ennek az eszmeiségnek van egy olyan hozzáállása, hogy csak bizonyos veszélyeztetett csoportokat emelnek ki. Érdekes módon és képmutató módon minket vádolnak azzal, hogy csak a keresztényeket támogatjuk, holott ez nem igaz. Szerte a világon több mint 40 országban válságba jutott bármilyen közösséget támogatunk. És a régi kommunista tempó szerint vádold azzal a másikat, amit te követsz el, tehát nekik csak az számít, hogy nem tudom, ki kelljen festeni a foci stadionokat szivárvány színűre, de az, hogy keresztényeket gyilkolnak ezer számra például Nigériában, az nem fontos, hiszen az ő politikájukat arra építették, hogy most éppen a szexuális orientációs kisebbségeket kell védeni, és egyébként a keresztényektől az ő felfogások szerint. És ebbe az egész narratívában nem fér bele az a igazság, hogy nem a kereszténység az üldöző, a jogfosztó vallás és világnézet, hanem a kereszténység a világ legüldözöttebb vallása.
Ez megjelenik abban is, amiről korábban beszéltünk, hogy valahogy Nigéria nem került még annyira górcső alá. Valahogy Nigéria el van feledve, illetve ez az egész afrikai régió el van feledve azzal, hogy hát igen, vannak a pásztorok, meg vannak a mezőgazdászok, és akkor vagy a földművelők, és ők egymás ellen küzdenek, és hát ez mindig volt, és hogy tulajdonképpen nem történik semmi. De azt látjuk, hogy a trend az iszonyatosan veszedelmesen űzi el a keresztényeket a saját földjükről, és valahogy érdekes módon a földművelőknek nem jut eszükbe rátámadni a pásztorokra, valahogy ez mindig a másik irányból érkezik, ez a támadás. Igen, igen, én is szoktam azt mondani, hogy amikor egy terrortámadás történik, akkor nem egy keresztel, vagy nem egy Dávid csillaggal szoktak odarani, hanem általában Allahu Akbar szoktak kiabálni. De véletlenül sem akarok általánosítani, államtitkár úr. Még azzal kiegészíteném a közömbösségnek a magyarázatát, hogy a muzulmán országok azok sokan vannak, azt hiszem az ENSZ-nek talán 50 vagy 60-nál is több muzulmán többségű ország a tagállama, és a legtöbben nem üldözik a keresztényeket, sőt védik is, de amikor szóba kerül ez a különböző nemzetközi fórumokon, azért cinkosan hallgatnak a keresztény üldözésnek a tényéről, és akkor inkább az olyan emberi jogi kérdéseket szeretik napirendre venni, mint hogy az ő percepciójuk szerint Európában az iszlamofóbia az erősödik. Igen, ez eléggé visszás, és nagyon, nagyon nehéz rá reagálni. Ezredes úr? Katonai téren egy francia tábornok mondta valamikor, hogy Afrika a lehetőségek hazája, hogy egy zászló aljal ott történelmet lehet csinálni, akkor kedves nyugat, akkor most tessék történelmet csinálni, küldjünk oda zászlóaljakat, dandárokat, szorítsuk vissza ezt a terrorszervezetet, amire képtelen a nigériai kormány. Kérdezem a szakmai véleményedet, miért nem lépnek a nemzetközi szövetségek? Tehát, és gondolok itt az EU-nak saját hadserege van, vagy gondolok a NATO-nak, tehát hogyha történik valami Közel-Keleten, akkor oda egyből békefenntartók, kéksapkások, stb. Ciprusra emlékezzünk, Sínai félsziget, pedig ott már rég nincsenek lövöldözések, ide meg eszük ágában nincs egy komolyabb, mondjuk legalább azt mondani, hogy megvédeni az emberek egy részét. Lehet erre exakt választ adni? Vagy... Hát szerintem te már megfogalmaztad, sokkal nagyobb érdekek vannak a Közel-Keleten. A Közel-Keleten van a világ olaj földgáz készletének a 70%-a, Irakba, Szíriába beavatkozni trendi. Nigériában kisebb a kőolajkészlet, de létezik, tehát lehetne mit tenni. Illetve hát az a trend, amit az államtitkár úr is elmondott, nem olyan trendi fellépni a keresztényekért mondjuk a NATO-ban vagy az Európai Unióban. Ez elég szörnyű hallgatva egyébként itt Magyarországon, mert ahogy az előbb beszéltünk róla, ez meg a migrációról, és kérdezem megint államtitkár urat, tehát elég szoros az összefüggés. Ha ott rosszul érnek az emberek, akkor elindulnak másik irányba, de elindulnak Kanadába is, meg elindulnak Amerikába is, tehát nem feltétlenül Európába, tehát nagyon-nagyon sokan indulnak el, de most a Balkánon, amikor lent voltunk, vagy a Görögországba, és beszélgettem a helyi vezetőkkel, azt mondták, hogy bizony az oda megérkező migránsok, menekültek 20%-a Fekete Afrikából jön, és abban bizony Nigéria is benne van. Hát ha a kettő között valaki nem látja az összefüggést, akkor nem tudom, akkor az vak. Tehát, hogy így van? Így van, igen, de ez nem mindenki gondol a migrációra, mint egy veszélyes és ártalmas folyamatra. Elsősorban azok a közép-európai és nyugat-európai országok, akik úgy gondolják, hogy a gazdasági fejlődésük az stagnálásba fordulhat munkaerő hiány miatt, ők azok, akik kifejezetten szervezik ezt. Ők azok, akik menedzselik és szervezik már 2014 óta, amikor az első migrációs hullám a balkáni útvonalon minket is elért. Ezért lett Magyarország fekete bárány, ezért lettünk hirtelen mi a, nem tudom én, a fasizmusba forduló diktatúra, mert megóvtuk a határainkat a migrációtól, ami az ő gazdaságok fellendítéséhez kell, olcsó munkaerőt reméltek a migrációtól. Mi ennek gátat szabtunk, mert látjuk, hogy az egész kultúránkat, a civilizációnkat, de ami minket leginkább érdekel, Magyarországot elpusztíthatja a hosszú távon, hogyha milliók érkeznek be ide más kultúrából. Elindult ez a vita, a Magyarországot mindennek elmondják, azóta is Brüsszelen keresztül igyekeznek szankcionálni, és hogy megpróbálják ezt eladni valahogy a nyugati közvéleménynek, a egyszerű, ilyen illegális és nagyon
nagyon veszélyes munkaerő import kísérletüket, azt leöntötték egy ilyen humanitárius mázzal, a Willkommens kultúrral, hogy ők ezt mind azért fogadnak be szíriai menekülteket, mert humanitárius az elköteleződésük. Olott például Görögországban közösen azt is hallhattuk, hogy a Görögországba érkező migránsoknak körülbelül 5%-a volt szíriai háborús menekült. Még az afrikaiak is, akik gazdasági migránsok, még azok is 4-szer annyian voltak a migráns tömegben. Tehát ebben élünk, nincs okuk, hogy megelőzzék a migrációt. Nekünk van ennek az eszköze a Hungary Health program, amivel helybe visszük a segítséget, és igyekszünk a közösségeknek a helyben maradását támogatni. Ezredes úrnak az egyik fő témája pont a terrorizmus, amit Európában követtek el. Gyorsan két adat, az 2014 óta 500-nál több ember gyilkoltak meg menekültekhez, illegális bevándorlókhoz és migránsokhoz köthető személyek, és 9000-nél többen sérültek meg, ha jól emlékszem így az adatokra, ugye? Tehát elég nehéz azt mondani, hogy nincs hatással az európai békére, vagy az életünkre, vagy a kultúránkra, még mindig veszélyt jelent? Tehát nemzetbiztonságira? Én úgy gondolom, nemzetbiztonsági szempontból igen, ha csak az iszlám államot nézzük meg, ezt a terrorszervezetet, ennek 10 000, annak 30 000 harcosa volt, ebből 5 000 visszatért, 2500-at fogtunk el, vannak börtönökben, a többi bármikor potenciálisan egy alvócellát üzemeltethet, vagy akciókat szervezhet, lásd az Abdeszlám ügyet, ezek továbbra is veszélyt jelentenek, nem csak mi ránk, hanem a nyugati társadalom. Volt arról szó, hogy csatlakoznak nagyon sokszor a menekültek csapatához, tehát eljátsszák, átöltöznek, csinálnak ilyen trükköket, azt mondják, hogy ők áldozatok voltak. Ez most is él és létezik ez a történet? Pontosan, tehát a Magyarországon elfogott szíriai személy is, akit elítéltek, ugyanezt játszott el, hogy egy feleséggel akart menekült státusszal nyugatra jutni, csak a felesége nem akart vele menni, ugye, és így kiderültek azok a dolgok, amiket ő elkövetett, és iszonyú hatása van, hiszen ő neki hatása volt azokra a Szíriában élő még hozzátartozókra, akik nem akartak tanúskodni ellene, vagy a különböző országokban már letelepedetteket is fenyegetik, tehát iszonyú nehéz küzdeni ellenük, illetve felderíteni ezeket. Igen, ez örök kérdés marad, én azt gondolom, hogy ez nem csak most probléma, hanem a következő években, évtizedekben is biztos, tehát én azt gondolom, hogy a gyerekeink ezt bőven fogják látni, és ennek a hatását érezni. Béla, nagyon sok humanitárius misszióban vettél részt. Vannak-e most humanitárius missziók Nigériában? Voltatok-e már, terveztetek oda menni? Tehát visszatérve arra, hogy azt mondták most nektek a baptista kollégáid Nigériában, hogy nem érdemes mennetek, nem tudtok miben segíteni. Nagyjából az történt, hogy 150 gyereket elraboltak, kirobbantották az iskola falát, tehát ez egy kőfallal körbevett bentlakásos iskola, kirobbantották, elvitték a gyerekeket, azt hiszem 15-20 gyerek szét tudott szaladni, tehát ők haza tudtak menni, ők voltak a szerencsések. Ettől függetlenül hogyan látod, van-e misszió, érdemes-e ilyen helyekre például segélyt vinni, érdemes-e ilyen helyen jelen lenni Európa szervezeteknek, vagy európai szervezeteknek, akár nektek is, mint szeretett szolgálat, vagy ez a csepp a tengerbe, vagy egy cseppből lesz két csepp, és a tenger is cseppekből áll. Mi a véleményed, mi a szakmai véleményed Nigériával kapcsolatban? Mert egy nagyon, többiek is mondták, nagyon nagy országról beszélünk. Én két irányból látom ezt a segítségnyújtásnak a fontosságát. Nigériával kapcsolatban, meg másokkal kapcsolatban is. Egyrészt beszéltünk arról, hogy a migráció valamilyen szinten csökkenthető lehet akkor, hogyha a helyszínen nyújtunk segítséget, illetve könnyebben kiszűrhető az, aki valóban az ENSZ menekült definíciójának megfelelő menekült, és nem beleszuszakolt menekült. Tehát ott elég egyértelmű, hogy a definíció szerint kitekinthető menekültnek, akit az miatt, az öt ok miatt valódi és azonnali üldözést szenved az országában. A másik irány, amiből látom, hogy nekünk a nigériai barátaink azt mondják, hogy ők itt szeretnének élni. Tehát nekik ez az otthonuk. Ők itt szeretnének élni. Igazából ők még Észak-Nigériából se szeretnének feltétlenül átjönni Dél-Nigériába, vagy az ország déli részébe, mert ez az otthonuk. Hogyan tudunk nekik segíteni abban, hogy ők
ott maradhassanak azon a területen, ahol születtek, ahol az őseik éltek, ahol ők szeretnének továbbra jó is maradni. Kérdés, tehát mert a legtöbben valóban szeretni, vagy maradni szeretnének. Én azt gondolom, hogy itt több megoldási lehetőség van. Egyrészt ezeket az iskolákat meg kell erősíteni, hogy még komolyabb védelmet tudjanak nyújtani. Amit segélyszervezet tehet, az az, hogy az ottani megélhetésüket segíteni, hogy azok, akik ebből a mezőgazdasági termelésből élnek, azok még produktívabbak legyenek, még több ember tudjon ebben élni, még könnyebben meg tudjanak élni, és emiatt is maradhassanak ott. A harmadik pedig a vallási-lelki segítségnyújtás, akár a templomokkal, akár a lelkészképzéssel, akár a nem lelkész vezetők nek a képzésével, vagy éppen a saját jelentős segélyszervezeteik képzésével tudunk segíteni. Aztán vannak olyan dolgok, amikkel nem mi tudunk segíteni, hanem ha úgy gondolná Nigéria, akkor valódi segítséget tudna nyújtani azzal, hogy nem csak a déli területen nyújt erős védelmet az ott élő polgárainak, hanem az északi területen is erős és megfelelő védelmet nyújt a polgárainak. Azt gondolom, hogy az első három témával nekünk érdemes foglalkozni, és ezekkel szeretnénk is, akár a mi szeretett szolgálatunk, a baptista szeretett szolgálat, de azt gondolom, hogy nagyon sokan, és én nagyon örülök annak, hogy a Hungary Helps abszolút erre specializálja magát, hogy menjünk oda, és ott segítsünk, ahol szükség van, mert hogyha a helyi közösségeket építjük, a helyi közösségeket erősítjük, akkor van arra mód, hogy ők ott erősen tudjanak élni, ne kelljen elmenniük, illetve a helyi keresztény közösségeket, ugye a legutóbbi beszélgetésünkben éppen Libanon került szóba, amikor itt voltunk ugyanígy hárman. Félő az, hogy 10 év múlva nem maradt keresztény Libanonban. Félő az, hogy 10-20-30 év múlva a mostani 50%-os kereszténység arány vajon lecsökkene 20-ra, lecsökkene 10-re Nigériában. Tehát ezt te is valós veszélynek látod, akár például Nigériára tekintve? Tehát pont az ilyen cselekedetek, ilyen terrortámadások miatt, azt hiszem, ez terrortámadás? 150 gyerek elrablás, ez terrornak? De arról is beszélünk, amiről államtitkár úr beszélt, hogy az északi szövetségi államokban gyakorlatilag törvényben van iktatva az, hogy a keresztények azok a futottak még kategória, sőt, nyugodtan és szabadon lehet üldözni őket. De lehetne mondjuk Afganisztánt említeni, ahol az új személyazonossági igazolványra rá kell írni, hogy ki milyen vallású. Hát könyörgöm, hogyha egy keresztény bevállalja azt, hogy ő keresztény vallású a nigériai, vagy az afganisztáni személyigazolványán, akkor próbáljon átmenni néhány checkpointon. De ugyanez várható Nigériában is. Gondolkodtok azon, hogy kimentek Nigériába? Mindenképpen. Mindenképpen. Ja, ez elég egyértelmű. Ez összekapcsolódik azzal, hogy most volt a világkongresszus, és esetleg akár amerikai pénzt, vagy amerikai segítséget, vagy akár nemzetközi csapat is, mert ti is tudtok menni, tudom, de a léptékek meg az arányok azért egy kicsit más, hogyha több ország, vagy Amerika is részt vesz benne, vagy ti meg beteszitek a lábatokat, és akkor onnan tovább léptek. Voltál már Nigériában? Most ez sok kérdés volt egyben, bocsánat. Gánában és Kenyában jártam, Nigériában még nem jártam, de az ottani 7 milliós baptista szövetséggel nagyon jó kapcsolataink vannak. Most az azonnali segítségnyújtásra nincsen szükség. Viszont a hosszú távú segítségnyújtás, amit említettem, az előbb mondtál. Ezt a három dolgot kérték tőlünk, iskolák megerősítését, a megélhetési támogatásokat és a képzéseket. Államtitkár úr biztos örült annak, amikor azt mondtad, hogy milyen jó Hungary Helps program, tehát akkor ez olyan, mint hogyha bólogat is nagyon. Igen, ugye volt, amikor most forgattunk külföldön, államtitkár úr mondta, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy a helybe kell vinni a segítséget, tehát nem itt kell a menekülteknek támogatni. Mondtál egy nagyon érdekes számot az utolsó interjúnkban készítettünk, hogy itt egy házat felépíteni egy Pakisztánnak az a sokkal kifizetődő, vagy sokkal költséghatékonyabb ott házat építeni, vagy iskolát építeni. Hogy volt ez pontosan? Ez így van, kiszámoltuk azt, hogyha egy migráns családnak Magyarországon fölépítünk egy házat, ugyanabból az összegből a Közel-Keleten 5-öt,
szubszahari Afrikában pedig akár 10 házat lehet fölépíteni. Ráadásul itt nagyon sokszor nem új házat kell építeni, hanem a programjánk esetében újjá kell építeni, meg kijavítani, úgyhogy a gazdasági ráció is azt mondja és mutatja, hogy helyben kell a migrációt megelőzni helybe vitt támogatással. Sőt, én azt mondom, hogy akkor is, hogyha sokan megkérdezik azt, hogy mi dolgunk nekünk magyaroknak az, hogy mi történik Afrikában, meg a Közel-Keleten. Tehát szép dolog a szolidaritás, de miért ott költjük a magyarok pénzét? Éppen azért, mert hogyha megelőzzük a migrációt, akkor a biztonsági kockázaton kívül a szociális ellátórendszerünk terhelésétől óvjuk meg Magyarországot, valamint sokkal költségesebb a migráns családokat ellátni Magyarországon, mint helybe vinni a segítséget. Én azt mondom, hogy a magyar embereknek a gazdasági érdekeit is szolgálja a Hungry Helps program. Te tervezed kimenni oda? Vagy tervezel ott programot indítani? Ettől függetlenül, vagy emiatt, vagy ennek kapcsán? Nigériában én 2017-ben jártam, ellátogattam abba az államba, Kaduna szövetségi államba is, ahol történt ez az emberrablás. Kaduna, igen, úgy hívják az államot, hogy Kaduna. Igen, meg kell, hogy mondjam, hogy azóta gyűjtöm a bátorságot, hogy visszamenjek oda, de mindenképpen kell, azért is, mert a látogatásunk után számos programot indítottunk a helyi keresztény egyházakkal, katolikus egyházzal, anglikán egyházzal és református teológiájú egyházzal, és az egyébként amellett, hogy erre alapszik a személyességre, ami munkánk, úgy tudunk jó támogatást adni valós igényre, hogyha személyesen találkozunk az érintett közösségekkel. Ezen kívül pedig az pedig kutyakötelességünk, hogy megnézzük a támogatásainknak a felhasználását és a hatékonyságát. Úgyhogy igen, van egy ilyen tervben, de a biztonsági körülmények meg a kockázat miatt csak utólag fogok engedelmeddel beszámolni, hogyha ott jár. Igen, ez egy nagyon-nagyon veszélyes út, hogyha megyünk, vagy mentek, vagy egyáltalán bárki megy oda. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, letelt az időnk. Ez volt hétfőn az Exkluzív című műsor itt a Spirit FM 92.9-en. Nagyon érdekes dologról és nagyon fontos dologról beszéltünk, sőt sokkal fontosabb, mint érdekes, hogy mi történt Nigériában, amikor elraboltak 140 baptista gyereket, és a Boko Haram, illetve az ott különböző terrorszervezetek mennyire terrorizálják az ott élő keresztényeket. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Azbej Trisztán államtitkár úr a miniszterelnökségtől, Szilágyi Béla a baptista szeretett szolgálatvezető és Resperger István ezredes úr a Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének munkatársnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Még egyszer ez volt a Spirit FM, az Exkluzív, és köszönöm még egyszer mindenkinek. Köszönjük. Köszönjük.